Mit ajánl a vas hiányos vérszegénységre? Hát ugye mi nem a vas tabletát ajánljuk, amit a házi orvosod fog ajánlani, amitől székrekedésed lesz, hanem mi a spirulina algát ajánljuk, ugyanis a spirulina algának nagyon érdekes tulajdonságai vannak. A B12 vitamin tartalmát csak állítólag csak az anyatej múlja felül, én ezt sose próbáltam, de így szokták mondani. A másik, hogy a klorofill, ami a spirulinának a nagy részét alkotja, hiszen zöld színű, az majdnem ugyanaz a molekula, mint a hemoglobin, ami meg az oxigént szállítja a vérben. Csak a különbség az, hogy a hemoglobinnak a közepén egy vas molekula van, a klorofilnak a közepén meg egy magnézium. Ezért a szervezetet, hogyha elég klorofilt viszel be, akkor nagyon könnyen ki tudja cserélni a vasat pontosabban az, a magnéziumot vasra, és akkor kész vannak az új ö, vörösvértestjeid. A másik az, hogy itt is az ördög a részletekben rejlik, hogy a vasnak a felszívódásához szükség van B-vitaminra. És hogyha azt egyből be is viszed a spirulinával, akkor az a vas, ami egyébként bekerül a szervezetbe a táplálékkal, az könnyebben felszívódik. És ami még érdekes, hogy ugye a spirulina is van nagyon sokféle, Mindenki a sajátját dicséri, van amelyik olcsóbb, van amelyik drágább. A nagyon fontos, hogy a spirulinának van egy olyan tulajdonsága, hogy magához vonza a nehézfémeket. És aztán utána az ugye kiürül a szervezetből. Viszont nagyon érdekes, hogy a spirulina lehetőleg ne a medencébe vonza magához a nehézfémeket, ahol ő felnövekszik, hanem majd csak a szervezetünkben. Mert ha már olyan spirulinát viszel be, ami tele van nehézfémmel, azzal nem javítasz az egészségi állapotodról, hanem rontasz. Ezért szoktam én ajánlani mindig a dx en spirulináját, mert tudom, hogy hogy készül, és tudom, hogy milyen hatása van, hiszen 2011 óta már nem egyszer megtapasztaltam, hogy az emberek gyakorlatilag hanyat vágják magukat tőle, hogy ez mennyit tud. Úgyhogy igazából két választásod van, hogyha az ár az érdekes, akkor keressed meg a legolcsóbbat, ha a minőség az érdekes, és hogyha tényleg az egészségeden szeretnél javítani, és nem csak kipipálni a lelki ismeretednél, hogy hát én teszek valamit. Szóval, ha a minőség a lényeges, akkor válaszd ezt.